Sziasztok! Itt vagyunk ismét a mi kis őrült tudós lányunk életébe. Most jelenleg eszik. Ugye, amit az előző részben megcsináltunk kaprisalátát, most ezt eszi meg éppen. A kis Nokedlink nem tudom, mit csinál éppen. Szerintem semmit. Most nem értem, hogy miért álltál fel. Illetve. És most megy. Tehát néha mondom, tehát ezt fogalmam sincs, hogy miért csinálta. Nem értem, hogy miért csinálta az, hogy átment a másik oldalra. Terben van még, hogy mivel ugye tudós, jelenleg ősz van, de amint látjátok, hullik a hó, tehát ősz van, és hamarosan tél lesz. És nagyon szeretném megépíteni majd előbb-utóbb a rakétát. Tettem be neki egy ilyen asztal, de ezt nem fogom. Tehát ezt nem fogom. Eleve, hogy ez helyet foglal. Ez helyet foglal, ami azt jelenti... El sem hiszem, hogy komolyan, mert hova menne, mint a tévé elé. Annyiszor megértem, hogy elveszem azt a tévét. De annyiszor. Igazából én nem akarok famunkával, hogy foglalkozzon. Én azt szeretném, hogy a tudós karrier minden ágazatát, tehát a kotyvalékkészítés, a rakétaépítést, menni az UFO-khoz, tehát én ezt tervezem. Meglátjuk, mi lesz. Sajnos túl nagy telk nincsen, amit már most egy utólag sajnálok, mert ugye nem így kezdtem. Megérjük. Nem, sem éppenséggel semmit nem mutat, de nem baj, akkor a következő módszert fogtuk ugye csinálni, rámegyünk a pipettára, a pipettáról egy bármilyen tájra, onnastól kezdve már, bocsánat, ez a tevékenység jártas, ez. Ugye van ilyen, hogy tehát ilyen is kell, hogy nézze a csillagokat. Ezt próbálom. Már megfogadtam pedig, hogy a kameraállásokat igyekszem másképpen. De nyilván nem egyszerű. Nem egyszerű, de próbálom megtanulni. Tényleg nagyon, nagyon közel, aki esetleg megnézi, mert én nagyon kezdő vagyok. Ó, 5000, simán belefér. Simán meg tudjuk csinálni. Csak hely nincsen. Ezt mondtam. Pont erről beszéltem, hogy hely nincsen, úgyhogy... Ez. Így, ahogy van, leválasztjuk. Örülök, hogy annak idején a készítő megcsinálta, nagyon kedves volt tőle. Még ezt is elviszem onnan, mert még a végén nem szép. Miért csináljunk kéket? Nem. Barnát, feketét. Hát legyen fekete. Legyen fekete. Nagyszerű. Ugye ennek is kell majd még egy külön, de még ezt se tudjuk, tehát ezt valószínűleg majd a lakásunknak a tetejére építkezünk el, és oda kell rakni. Mert igazából ezt a lakást én szeretem. Nem akarom, hogy másmilyen lakásban költözzünk, mert egyelőre nekünk ez bőven elég. A fürdőszobát azt majd fogom bővíteni, mert az nekem így nem tetszik. Illetve ugye van nekünk fent a hálószobánk. Igen, és akkor ezt megértem, hogy ezt elveszem, ezt el is veszem, mert
borzasztóan, tehát borzasztóan zavaró, amikor feljövök ide, és tényleg azt látom, hogy semmi más nem látok, csak az edzőgépet. Viszont tehetnénk ide valami korlátot, ezt szerintem, és akár. Az ablakokat az semmi szín alatt nem szeretném kicserélni, mert tényleg én fanatikus rajongó vagyok ablakok terén. Mindent látok az ablakokból, látom, ahogy esik a hó, ahogy látjátok, ahogy befagyott, tehát most is meg tudom mutatni, tehát ahogy be van fagyva a ablak. Na jó, azt szerintem ennyi elég is most. Szóval a szívünk mi mással foglalkozom, mint a tévével. Megnézem, hogy van a postaládában valami, mert komolyan én képes vagyok, és elfelejtem. Tehát nem foglalkozok vele. Ugye nagyon sok mindennel kell foglalkozni. Ezzel nem. Úgyhogy szépen elkezdjük megnézni a gyűjthető dolgainkat, kristályt, békát, fosszíliát kell gyűjtsünk. Hát az a béka az nem itt. Szerintem kezdjünk el építkezni. Mert mondom, mint mondottam, azt hiszem, vagy a számítógépnél van, vagy a tévénél, vagy a telefonja az ügyköli. Építsen. Az építés nekünk 1000 szimoleonba fog kerülni, de nem baj. Van pénzünk, örököltünk, aminek nagy százalékát költöttük a házra, nagy százaléka ugye, vagy hát, tehát bizonyos százaléka megmaradt. Komolyan. Szóval lejöttünk, építkezünk. Tehát a szimünk eljött fürödni. Utána kiadjuk neki a következő utasítást, hogy menjen aludni. Itt voltak tárgyak. Nézd, itt voltak tárgyak is eltűntek. Na nem baj, majd teszünk be tárgyakat. Nézzük meg a drága Nokedli kutyánkat. Na? Oh, de édes! Nagyon cuki. Pedig van neki helye is egyébként. Jaj. Aranyos. Nagyon aranyos. Esik a hó kint. Látjátok. És itt a tél. Közben tél lett. Na, jó lesz. Kerjél föl. Nézzük meg inkább, hogy mik vannak a... Sőt, ugye úgy tudom, hogy van nekünk itt szabad napunk, két napunk, bocsánat, túl gyors volt, tehát van két napunk, akkor fogjuk magunkat és elmegyünk vakációzni. Azt nem itt kell, ne itt keressétek, mert én se itt akartam. Minden. Esküszöm, tehát nekik minden, a laptop, a számítógép, a más sem létezik, tehát érthetetlen. Most
elmegyünk vakációzni. Elmegyünk, a Nokedlit visszük magunkkal. Szóval akkor hova menjünk? Menjünk először vakációzni a hódok lányba. Ígérem, legközelebb a másikba fogunk menni. 50 szimulánunk van, erdei rejtek, hely. Én a tó mellé szeretnék menni, és mondjuk egy 2 nap elég. Mi kis tudós lányunknak az életébe. Elhoztam őket vakációzni Nokedlivel együtt, mert úgy éreztem, hogy ráfér, csak arra nem számítottam, hogy közben itt ugye tél lesz. Tehát tél lesz, és nem tudunk gyűjtögetni. Pedig azért hoztam el, hogy gyűjtögessünk, esetleg horgászunk, és ezzel befülöttünk. Nem is kicsit. Szóval itt vagyunk Kendra életében, aki most jelenleg valamit főz, amit nem tudjuk, hogy mit. Nokedli egy csomó interakciót megkaptunk, de ezt nem hiszem el, hogy mi a faszomért állsz? Na, mindent kiszedtem belőled. Tök jó. Tök jó, tehát a szimünk most jelenleg főz. Nem, fogalmam sincs, hogy micsodát. Mint mondottam, én szeretem, hogyha a szimém egy kicsit önállóak. Egy kicsit közelebb megyünk. Hát azt hiszem, hogy megjött a parkör. Azt hiszem, hogy itt nincs, de van tűzhely. Itt van tűzhely, akkor tud a salátán kívül is más főzni, de a mi szimünk az hajsalátát és chipset csinált. Miért is nem? No. Komolyan, tehát én nem tudom másnak a szimei ez hogy működnek, de az enyém az van tűzhely. Tudna rendes, normális kaját csinálni? Nem. Nem csinál. Legalább Nokedlivel foglalkozik. Persze közben egyél. Szeretet érzése. Na nézzük. Szóval, mint látjátok itten, hát komolyan ez annyira bolond. Tehát eszik, és kb. Játszik. Hát nem. Hát nem. Hanem építsél mondjuk hóembert, utána csinálj egy angyalt, de hogy ne hülyéskedj már, ne vitteljünk már. És bemegy. Szól a szívünk. Közben tél lett. Ja igen, ezt megfogadtam, ezt kiveszem belőle. Mert ez barom idegesítő. Szóval itt építi a kis hóemberünket. Építi a hóemberünket, meglátjuk, hogy milyen lesz. Na jó, visszaállok szintén és kameraállásba, de... Aj. Én nem tudom sokan, hogy ezt hogy szerették meg, vagy hogy nem. Az annyira nem jön be, vagy... De komolyan lehet, hogy én vagyok csak ilyen béna. Amúgy pont háttal vagyunk, úgyhogy pont vissza kell fordítsunk, mert
így fogjuk látni. Szóval eljöttünk Granite Falls-ba, hogy csináljunk, eljutunk Granite Falls-ban, hogy gyűjtögessünk, halászunk, pénzt szerezzünk, ami igazából nem a pénzszerzés, hanem a életcélunknak a teljesítése lett volna fő, de hát közben hó esésbe jöttünk. Amúgy ennek örülök, mert izgalmas, mert ahol most jelenleg vagyunk, ott nem. Hát ez jobb, mint ez, gyerekek, ez, hát ezt megmutatom. Ez perfektikus. Tehát télen csinál egy tavaszias, látszik, hogy szakács, fakana, egy olyan holbert, aminek semmi köze a télet. Na jó, egye meg, nem fog itt ballagon hagyni. Én nem szoktam a szímeimet lustálkodni, hanem igenis elmennek és csinálnak dolgokat. Tehát most eljövünk, szétnézünk először is. Ah, be van fagyva. Azért, most ezt most komolyan mondjátok meg, ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Granite Falls vagy bármilyen város, ide vagy oda, hogyha hó van, be van fagyva. Hát ezt a készítőt gyönyörűen csinálták meg. Itt van a mi kutyánk, egy kicsit foglalkozzunk vele, mondjuk játszunk vele. Csináljunk róla egy Instagramot, szokás szerint, legyen követők. Jaj, bocsánat, közben nem tudom miért, de... Ja. Hát ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Igazi gróf. Nagyon sajnálom, egyiket a színeknek nincsen ilyen. Azért is jöttünk egyébként ide, hogy ne legyünk. De sokkal több mindent tudunk csinálni. De én igazából megmondom őszintén, én most, hogy hó van, én nem is akarok bent lenni. Tehát én menjünk ki, csináljunk angyalt például. Csináljunk angyalt. Annyira jó. Tehát, hogy csillog a hó. Tök jó. Aha. Okay. Annyira jó. Ezt mondjátok, hogy annyira király. Na igen, ilyenkor a kamera állásuk ilyen... Aj. Hogy is? Aj, nem is tudom. Te is menjél. Azt akarom. Jó. Szeretnék korcsolyázni a szemünk, de itt úgy tudom, hogy meg kártyákkal játszani, de úgy emlékszem, hogy ez itt nem kivitelezhető. Ugye hiába jöttünk Granite Falls-ba, egyszerűen nem sok mindent tudunk csinálni.
Békát azt kereshetünk. Be van fagyva attól. Mik vannak itt? Tehát visszajöttünk egy falszból, és találtunk egy jégpályát a parkunkban. Na, nehogy kihasználjuk. Viccen kívül. Ide megyünk. Megyünk korcsolyázni. Gyere, mert nagyon mérges leszek, tehát roppant módon. Nagyon mérges. Igen, igen. Aj, nagyon jó. Oké. Na. Figyeljetek. Olyanok, akik nem annyira értnek a Sims 4-hez, megmutatom. Hogy pontosan hogy kell ezeket beállítani. Mert ugye nyilván aki ért hozzá, meg tudja, hát annak nagyon könnyű. Na, de aki nem ért hozzá. Láttátok? Mindig arra kell menni, ezek a fogaskerekek, mert ezek mindig nagyon-nagyon nagyon furfangosak. Tehát kezdjük. Legyen zene. Kapcsoljuk be. Legyen mondjuk, hát ijesztőt semmiképpen sem. Legyen mondjuk egy pop. És majd figyeljétek meg, előbb-utóbb zene fog szólni. Na. Már is hangulatosabb. Fogaskerék. Legyen effektek. Effektek, mondjuk legyen stars, tehát a csillagok. Következő, szintén effektek, a fény. Legyen szívek. És akkor látjátok, hogy itt szívek mozognak. Az a baj, az összes olyan videóval, akik ugye értenek hozzá, hogy nem mondják el, hogy ezt hogy kell. Mert annyira könnyű, rámegyek, angolul, akik tudnak, nyilván azoknak sokkal könnyebb, én nem tudok angolul, nekem mindenre magamnak kell rájönni, és a szívem itt korcsolyázik. Én azok közé tartozom, akik most kezdték a videózást. Bárki, aki nem tud videózni és segítséget szeretne, nyugodtan írjon nekem, nagyon szívesen fogok segíteni. Én sem vagyok, mint látjátok, a kamera beállások néha borzalmasak, de én is úgy tanulom. Nekem nem az a célom, hogy profi videókat csinálják, mint ugye páran, most nem akarok megnevezni senkit, mert vannak, akiket nagyon-nagyon szeretek, és nagyon értékelem, amiket tudnak. Én az vagyok, aki most kezdte, kezdésként. Úgyhogy aki ezt úgy gondolja, hogy akar videókat csinálni, nagyon szívesen segítek, amiben tudok. Magát a Sims-et már nagyon régóta játszom. Illetve Sims 3-at is ugyanúgy fogok csinálni. Aminek sajnos a esetek többségében azt mondják, hogy sötét a képernyő. Azt nem tudom miért, mert az én laptopomon tökéletesen működik és teljesen világos. Szóval a szívem most jelenleg korcsolyázik egy parkban.
megy a zene, epettek, és a szokás, és elesés, imádom. És mondja valaki, tehát nem hiszem el, hogy valaki nem rög azon, ami valaki elesik. Hát, kényelmek, érzi magát, mert éhes, na jó. Na, oké, akkor ezt most meghagyjuk, és ugye itt nem olyan régen láttunk egy büfét. Itten. Ah, imádom, hogy tél van. Istenem, miért itt, miért nincs tél? Nézzünk valami ételt. Na, nézzük, mit árulnak. Chili. Perec. Hát azért nem sok mindent ahhoz képest. Jó. Akkor nézzük, mit... Innivaló mi van? Aha. Jó. Meleg csokit. Az én szímem meleg csokit fog kapni. Közben kért valami sütit is. Hát ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy a szívem teljes önálló akarata van, és csinálja. Fantasztikus. Süteményre meg. Nyilván meleg csak itt, ezt én mondtam neki. És igen, vannak itt. Vannak itt ételek, amiket egyébként meg tudna ingyen is enni. Ez a valaki nagyon csóró. Ja, igen. Nagyon bolond. A szíme volt nagyon bolond, őrült, sellő volt, meg őrült. Hát nem tudom, hányan örülnek, meg a haláltorkába jönnek vissza. Esik a hó, szól a szene, van étel, már csak azt mondjam, hogy nincs vécéit. Az, tényleg haza kell mennünk ahhoz, hogy vécézünk kelljen. De. Megaludnunk, a fenegye meg. Szóval. Annyira jó egyébként, most nézzétek meg! Nem tudom... Na igen, ezt szoktam mondani, hogy ilyenkor a kutyákkal nem szoktam. Most mondd meg! Most komolyan, ez őrület. Hát őrület, ahogy ez megy. Képtelenség. Most komolyan gyerekek, mondjátok meg nekem, hogy ez most miért nem... vicces. Na szóval itt vagyunk. A szívünk jelenleg alszik. Feltöltjük. Voltunk egy kicsit korcsolyázni. Voltunk egy kicsit a Grand Sportsban. Igazából mindjárt megnézzük, mi van a hűtőben, mert annyit szóval főztem bele, mert most kiválasztja ő maga. Kiválasztja ő maga, hogy mit szeretne főzni. Bocsánat, mit szeretne enni. Na most komolyan. Tehát így visszateszi. Jó. Na, még egyszer. Na,
Tehát jöjjön ide, dobja ki a romatételt. Dobjuk. Illetve egyen valamit, mert éhes a szívünk. Jelenleg Nokedlivel nincs semmi gond, szerencsére. Inkább vele foglalkozni. Bocsánat, de szeretetni kell. Azt még most eszik. De most komolyan. Ha tud valaki olyat, hogy ne mindig a szükségleteivel foglalkozzak, szóljon. Én is ismerem ezeket a csaláskódokat, de azon kívül miért? Tehát van valakinek egy állata, és semmi, tehát nézzétek meg, nem hajlandó enni, egyél. Egyél, aztán majd foglalkozol vele. Hát ő is jól van, megvan, semmi baja nincsen. Látjátok, ki simán kimegy. Simán kimegy enni. Pisilni, bocsánat. Inkább menjünk követ. Hát, de komolyan, tehát aki ezt a szimmet csinálta, fogja az ételt, és elmegy, kiveszi a követ. Vagy hát ő... Jó, hát annyira nem segíthet, szerintem. Tehát ha követ akarsz venni, akkor tudod, hogy nem vagy ilyes. Jó, akkor a békát is. Olyan szép egyébként, nézzétek már. Érünk. Még mindig az ezzel nem megy, amit még mi hattunk. Mondjuk, set music, kapcsolja ki. Mondjátok, az effekteket is ki lehet kapcsolni teljes mértékben. Mindent ki lehet kapcsolni. Csak azt hiszem. Menjél. Tudom, inkább csinálj egy angyalt. De komolyan, szóval most őszintén gyerekek, most mondjátok meg. Nektek ezzel nincs problémát. Csináljunk egy hóembert. Tehát, hogy itt a tél, és a színünk egyszerűen nem megy ki. Tehát magától nem megy ki, csak hogyha én mondom neki. Teljesen mindegy önálló akarata van, nem megy ki. Nagyon kíváncsi ez, hogy milyen hambert épít. Rettentően kíváncsi vagyok. Hat óra múlva megyünk dolgozni. Hey, Brashen! Hey, Garnapé! Azért valljuk be. Ez a lehellet, ez amit megcsináltak, ez fenomenális. Bajalja! Hát én tudom, miért csináltam volna. Jó, menjünk fürödni. Ha már ennyire frankó házunk van, akkor menjünk fürödni.
Egyébként akartam nektek mondani, hogy meg fogom csinálni a házát. Pontosabban a fürdőszobáját. Nekem nem tetszik. Az a készítő, aki csinálta, az annak lehet jó volt, de azért nem tetszik, mert nincs benne például. És ezt akár meg is csináljuk, akár felvételen belül. Megnagyobbítjuk, van pénzünk. Ugyanis vannak kiegészítők. Olyan kiegészítők például, amit moshatnánk. Tehát én ezeket ki akarom használni. Tehát igenis, ezért vettem meg, mert szeretném kihasználni őket. És aki ezt a házat építette, az bizony nem foglalkozott ezzel. Na szóval itt vagyunk. Tudom, hogy azt mondtam, hogy nem fogok felvételen belül házat építeni, de kénytelen vagyok, mert de komolyan, ez borzalmas. Tehát ez borzalmas. Igen, most kijött a szívünk. Ezt nem is értem, hogy ez miért van itt. Jó. Tehát, rekatintunk erre a házikóra. Rámegyünk, hogy fürdőszoba. És itt minden megtalálunk, amit szeretnénk. Egyébként... Hát, nem. Akkor ide megyünk. Jó. Na, ilyenkor van az, amikor azt mondom, hogy megkenjük a galériát. Tehát minden szímező tudja, hogy van galéria. Ezzel belül vannak különböző alkotások, és igenis szobák. Én lusta vagyok berendezni. Szoba, fürdőszoba. És keresek egy olyan szobát, tessék, tanulandrum. Nem találtam is az elsők között. Öt színvonalon, de ennél sokkal jobbat találtam itt. Elmentjük. Ez történik. És itt van ez a szoba elhelyezése. Tehát ilyenkor, hogyha megvannak a kiegészítők, akkor bizony el tudjuk helyezni magát a szobát. De nagyon kell vigyázni arra, most is, hogy úgy helyezzük el, hogy lehetőleg más ne töröljünk ki. Ez nem mindig sikerül, de Ctrl-C-vel mindent vissza lehet vonni. Ez azoknak mondom, akik nagyon nem tudják ezt. Tehát, de tényleg, mert egyébként nagyon könnyen szoktuk ezt helyezni. Oh.
nagyon könnyen szoktuk ezt elhelyezni, mert mindenki úgy van, hogy tudja a másik, meg biztos tudja, meg mit tudom én. Jó. Például, nézzétek meg, ez itt fordítva van. Tehát a szimemnek a lakásába ez fordítva tette le. Ezért meg kell fordítani ezzel a nyillal. Még egyszer. És most. Most ki tud menni. Innestől kezdve már lehet ugye variálni, például színek. Színek, tervező eszköz, rámegyünk. Ilyen, mondjuk ez legyen ilyen színű, ez meg legyen piros. Szeretem őket megkülönböztetni. Az rózsaszín. Egyébként nem tudom, mi van ezzel a mániával. Mostanában azt figyeltem meg, hogy a videósoknak a... Hát nem akarom megmondani, hogy kb. Hány százaléka, de nagyon-nagyon nagy százaléka. Ilyen minden fehér, tehát minden fehér, hogy ezt miért, ezt fogalmam sincsen, nem tudom. Szóval, megcsináltuk. Jók vagyunk. Nem tudunk jönni. A következő dolog, amit kell tenni. Itt ki tudunk jönni házon kívül. Tehát házon kívül ki tudunk jönni. Akkor megkeressük, mi az, amire nincs szükségünk. Tehát erre nincs szükségünk. Minek? Erre sem feltétlenül van szükségünk. Amiben van egy mosogató egyébként, ezt hozzáteszem. Tehát, hogy itt... ezt úgy szoktam csinálni, hogy leteszem ide, átteszem egy másikba, és ezt egy delettel kitalálom. Tehát ilyenkor beletesz az inventory-ba olyan dolgokat, amiket nincs szükségem. Nem életszükségletek. Nyilván, ami volt az előző, plusz jelet tudtok menni, az azt jelenti, hogy ugye nagyon sok van belőle. Tükör, zsebkendő, virág, hát ezt nem mondom meg mi ez. Ezt inkább jobb, ha nem tudjátok. És akkor házikó, ajtó, és kiválasztok egy ajtót, egy én általában mindig lehet a legkezdetlegesebb ajtót. Ilyenkor az van, hogy van itt valami, amitől nem működik. Tehát nem lehet berakni. Ilyen például ugye a kosár, amit az előbb láttak, hogy elvettem, és látjátok, most már be tudom tenni. Be tudom tenni az én színem. Igen, átöltözött. Hát... igen, tehát nem tudom megmondani, ez milyen ruha, de hát ilyen is van közte. Úgy döntöttem, mint Superman, ha akar, akkor akkor ilyen ruhát vesz fel. Szóval. Na, ezzel még ugye nincs kész, mert egyben elfelejtettem. Ugyanis ilyenkor, amikor a házat megcsináljátok, rámentek a galériára, nem, a galériá, bocsánat, rámentek arra, hogy ismét menjünk vissza, tehát igazából ki sem jöttök onnan, ez a legbiztosabb. Ezekkel a nyilakkal megnézzük, hogy egyáltalán hogy állunk. De úgy látom, hogy különösebben nem kell tetőt építeni, mert majd, hogy nem ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Szóval mostantól lehet mosni. A ruhák így gyűlnek, a mosás az itt van.
És igen, tudom, hogy nagyon sokan vannak azok, akik nem szeretnek a lendi a mosással foglalkozni. Én szeretek, ezért vettem meg ezt a kiegészítőt, mert igenis sokkal, de sokkal életszerűbb, hogyha vannak mosások. Ami azt jelenti, hogy mostantól kezdve, igen, gyűlni fognak a ruhák. Hát ezt le kell fotózni. Ezt le kell fotózni, mert ennél nincs jobb. Mondtam nektek. Az én szímem az teljes mértékben. Teljes mértékben úgy öltözik, hogy ő akar, és ő most ilyenbe szeretne. Egyébként fogalmam sincs, hogy ez milyen ruha, mert nem Superman, nem Flash, ez valami más. És bolond, mint mindig. Úgyhogy... azt hiszem, itt hagyjuk abba, aztán majd meglátjuk, hogy a következő részben hol tartunk. Tehát... fogalmam sincs. Tehát jön, megy, csinálja... és jön. Egyébként még azt el akartam mondani, hogy ez az egész minden az eredeti játékban van benne. Tehát semmilyen plusz kiegészítő nincs hozzá. Az igenis a Electronic Arts csinálja. Na, jó, tehát itt hagyjuk abba. Nem tudom, azt hiszem, hova megy, valahova megy. Köszönöm, itt voltatok. Sziasztok! Következő résznél folytatjuk.